A Vasút utca Kispest utolsó utcája. Nem csak abban az értelemben, hogy az utca mellett futó vasúti sineken túl kezdődik a szomszédos 18. kerület, hanem abban a tekintetben is, hogy ez volt a kerület utolsó földútja. Most aszfalt burkolatot kapott. Az durván 300 méter hosszú, változó szélességű aszfalt burkolatú út lesz. A változó szélesség az azért szükséges, mert részben van egy mávos ingatlan határ, ami meghatározza a területünket, részben a vízelvezetés miatt. Az aszfaltozott út szélessége 2,7 és 5 méter között váltakozik, amely nem okozhat gondot, hiszen a forgalom errefelé nagyon kicsi. Amint egy fél méter vastagságú, erős, a mai követelményeknek megfelelő útszerkezet 20 cm homokos kavicsból, 20 cm gyenge betonból, úgynevezett CKT betonból és 9 cm aszfalt köpenyből áll. 2017-ben pályáztunk annak érdekében a magyar államhoz, hogy nyerjünk ahhoz forrást, hogy ezt az utat földútként meg tudjuk szüntetni, és tulajdonképpen egy teljesen új utat építsünk itt Kispesten 300 méter hosszan. Azért ennyi, mert hogy ennyi volt az utolsó szakasz, ami még nem rendelkezett szilárd útburkolattal. A kivitelezés költségeinek egy részére 55,7 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat a budapesti útépítési program keretéből. A teljes beruházás összege megközelítőleg 70 millió forint volt. Járdát is felújítjuk végig, teljes hosszban, másfél méteres szélességben, az út és a járda közötti zöldsávot is helyreállítjuk, a gépkocsi behajtókat a kapukhoz újjáépítjük, autópályákról ismert acélkorlátok lesznek a vasúti sín oldalán, és vízzel vezető árkok egyrészben burkolt, egyrészben burkolatlan vízszikkasztó árkok. A közvilágítás is megújult. Ennek munkálatait nem az önkormányzat, hanem a budapesti víz- és közvilágítási Kft. Végezte el párhuzamosan a burkolat lefektetésével. Még több kandelláber lesz azon a szakaszon, ahol eddig nem volt, tehát egy biztonságos útszakasza lesz ez majd Kispestnek. A Vasút utca felújítása is az egyike az elmúlt 5 év sikeres Európai Uniós, illetve kormányzati vagy fővárosi pályázatainak, melyek megvalósításához az önkormányzat saját forrásait is felhasználta.